tudod, így egymással szembe mennek az ujjal. Mester és tanítványa közösen formálják alkotásával nyers anyagot. A gyerekek alkotóvágya töretlen és napról napra ügyesebbek. Már most látszik, van közöttük olyan, aki ha komolyan beleszeret a korongba alkotta művekbe, sokra vihet. Mi is jó az agyakban? Lehet vele alkotni ilyen dolgokat, mondjuk tányért, meg rózsát, meg hát sok mindent. Megtanuljuk, hogy hogyan kell a formát építeni, meg elképzelni valamit. Mindenki számára ismert, hogy kézzel alkotni valamit nem csak a tárgyak készítését jelenti. Nagyban befolyásolja a gondolkodást és a világlátást is. Gergő anyukája ezt szerette volna erősíteni kisfiában. Nagyon jól fejleszti a kézügyességet és az agyag, mint természetes anyag. Nagyon jó érzés vele foglalkozni, meg kézben lenni. Meg egy csoda, hogy a tűz egy cserép égeti ki, és akkor ebből lehet egy használati, vagy dísztárgy, vagy bármilyen más maradandó anyag. Mert nagyon sok minden szemkész koordinációt, nyilván idegizom kapcsolatot, rengeteg mindent épít, amire egy gyereknek sokkal nagyobb szüksége van, mint a monitorra. Verseggi Ferenc kerámiáit szerte a világban megcsodálták már. A legjobb kezekben vannak az apróságok arra, hogy a szakma alapfogásait elsajátítsák. Bízom benne, hogy lesz ezek a gyerekek között is olyan, aki esetleg majd a hadlakasság felé fordul, mert hát eléggé az utolsó pillanatokban vagyunk. A harmadik hete korongozultam, próbálgatunk, hát ugye a korongozás egy nagyon összetett és nehéz dolog, de mivel én csak a kezüket fogom, tehát nem én csinálom, csak próbálom irányítani őket, ezzel még nagyobb kedvet adok a gyerekeknek ahhoz, hogy az agyak felé forduljanak. Már volt egy szabadkézi különböző formázás, a marok technika, a laptechnika, és a jövő héttől pedig megint egy újfajta technikával lapokból fogunk edényeket, különböző formákat készíteni, mert azzal kell őket megfogni, hogy használható, maradandó dolgokat tudjanak alkotni. Ne a pillanatnak, hanem a jövőnek. És ez sok év tapasztalatából látom azt, hogy volt olyan, aki így táborban volt nálam, és aztán végül kerámikus művész lett. Jó egy pár gyerekben van nagyon komoly tehetség, nagyon jó. Épp azért megbeszéltük, hogy 12 fő legyen az alkalmanként a szakkör, mert ennyi gyereket még át lehet látni, még oda tudok menni mindegyiket. És tényleg, de az a másfélről intenzíven, komolyan, és tényleg vannak gyerekek, akiknek van szép, nagyon nagy szép érzéke és tehetségesek. És amikor első alkalommal korongoztunk, az egyik kisfő egy olyan csodálatosan szép rózsacsokros tálat készített, hogy hát én magam meglepődtem, tehát a fiúkban is van nagyon nagy kreativitás, a lányokban is. Jó, amikor az ember át tud magából valamit adni a mai gyerekeknek, és hiszen ez az egésznek az értelme, a célja, hogy megindítani őket valami felé. Ha csak annyit érünk el, hogy lesz egy jó stílusérzéke, szép érzéke, már akkor nagyon sokat elértünk, mert a kreativitásnál fontosabb dolog nincs. Nem a számítógép előtt fog ülni, nem az okostelefon nyomkodja, mert volt már rá példa, hogy jöttek hozzám, hogy hát szeretnének egy kis agyagot, mert hát a gyerek már volt nálam, és hát szeretne gyurkodni, és örömmel adok ilyenkor, mert értelme van. És akkor elhozzák, kiégetem, és ott marad örök ajándéknak, mert oda a nagymamának, odaadja a testvérnek, és azért ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az ő szellemi termék, az ő két kezéből készült valami, és hát legnagyobb büszkeség a gyerekeknek. A gyereket a kíváncsiság vezeti. A világ megismerésének lehetősége, saját erejének, ügyességének kipróbálása. Ha ez párosul valamivel, ami kézzel fogható és büszkének lehet rá lenni, akkor mindent megkapott unatkozás helyett.